Na hát, nagyon szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok srácok! Hát ez jó kis trailer volt. Jó lenne egy ilyen film, vagy játék, vagy élőszereplős játék, vagy deb film, vagy minden. Főleg, hogy jövőre lesz 20 éves a Most Wanted. Na, igen. Gyerekek, F1 23, Texas következik majd. Ha el tudom indítani a csodajátékot, mert egyelőre azt írja, hogy nem nagyon akar elindulni. Ah, ki is dobott az asztalra, szuper jó. Oké. Na, sziasztok, hello. Ah, bejött a chat, nagyon szuper. Kicsit fura ez a Streamlabs OBS mostanában. Ja, nyomjak rá. Oké. Austin, Texas. EA Sports. It's in the game. Be volt dugva. Be volt dugva a PS4 kontroller, meg a kormány is. Azt nem tudta, hogy mi van. Na! Jó? Senki ne dugjon be PS4 kontrollert és PS kormányt a gépbe egyszerre. Na! Köszi szépen Balázs, boldog április elsőjét. Szerény 3/4 órával később el sikerült indulni. Így is van. Na. Már vártam. Igen, volt olyan, tényleg. Az eredeti COD 2 úgy indult el, a be volt dugva a füles jack dugója, így delepő. Tényleg, volt ilyen. Hát na, gyerekek, csoda. Én tudjátok, én Steam, vagy mi stream kezdetkor nem szoktam ilyen visszaszámlálásokat csinálni. De most már majd csinálok egy ilyen 3/4 órásot mindig majd. Nem csak viccelek. Xbox kontrollernek kormányt lehet folyan? Nem tudom, tényleg. De ez biztos, tehát rá volt dugva a PS4 kontroller. Ja, Istenem. Rakd be a CD-t, közben be volt rakva a CD-t. Tényleg úgy volt. Ú, de szar. Jaj, jó van ez. Na, a gyereke még löki meg lehet, még Verstappen is, de az nem hiszem, tehát itt mennyi nagy díj van? 2, 4, 5, 125 pont. Ha durván számolunk, akkor még gyors, mi az Isten leggyorsabb kör, még 5 pont, akkor 130, meg még azt mondjátok, van még sprint, hála az Istennek, hát az nagyon kell. De számoljunk 130-al durván. Na, gyorsan visszarakom ezeket a retkeket. Már ami működik ebből. Mi 62? Mi? Úristen, ezek így kivannak. Ó, te. Ez igen. Várjál, négyszer. Négyszázhatvankét körös, 27%.
304 körös 23%, 427 körös 24%. Tehát 1% különbség van, de közben 123 körrel, vagy mennyi 100, igen. 123 kör van a két alkatrészben, és csak 1%. Hát ez csodálatos. Hát ez fantasztikus kiszámítási tudomány. Ó, getsz, ezeket be se lehet már rakni. Hihetetlen. Nem akarok driftelni. Akarjak driftelni? Az olyan retek. Nem akarok driftelni. Eldöntöttem. Nem driftelni. Azt a kurva életbe. Remélem, hogy április 1-én még szétmegy jó pár alkatrész. Ja. Én is nagyon, nagyon bízom benne egyébként. És meg akartam nézni, milyen színű a bőröm. Na! Esik az eső, süt a nap. Esik az eső. Ajaj. Tyú, a futam az így vége, tehát az így semmi nem lesz, tehát... Ó, fiú. Jó. Hello and welcome, rainy day, Texas, Austin, gumi, tire kiosztás, allocation, C1-2-3, pályarajz, felvezető. Nem. ¿Han informado de las piezas nuevas recién llegadas de fábrica? Ya está todo preparado y listo para salir. Espero que den resultado. Sok sikert az austini futamhoz. Remélem, vagyis bízom benne, hogy meg lesz az a bizonyos bajnoki cím. Hajrá, Ló, csak így tovább elől. Köszi szépen, Dávidom. Megpróbálkozunk vele. Össze kell szedni magunkat, hogy ebből legyen valami. Most ez nagyon szép, hogy itt esik egyébként. De 10 perc múlva el fog állni. Addig Hülkenberg felméri a terepet egyedül, vissza is jött aranyosan. Okonék. Na, ők is, Okon kimaradt. Uh-huh. Okonnak már lesz ideje, kiment Verstappen is. Uh-huh. Be is jött. A Ricsié, Gasly. Okon az... megy. Na, szépen jönnek kifelé most már a emberek. Szépen egy bolyba mennek, milyen jó lehet az úgy. Na, most már azért vannak, reméljük, hogy jó lesz ez a szar is. Csak már kéne valami setup féleség. Mi ez, Texas, ugye? Texas. Texas. Megvan. Texas. Oké. Okay. Na, aklimatizálódjunk akkor egyen. Vale. La pista está fría todavía. Sale a calentar un poco las ruedas y trata de cogerle el punto al trazado. Szerintem nem lett indítva HUD. Ugye? Persze, hogy nem. Hát itt nagy újraindítások voltak, hát ki gondolta volna. Oké. Okay. Oké. Okay. Jó. Load. Kész. Melyik nyelv legyen?
Na még az lesz a szép, ha nem jön adat majd. Nem? Tehát az még úgy kelleni fog. Még nincs adat. Megjöttek az adatok. De jó, hogy bezáródik folyamatosan a dér is. És akkor most ez az egy szabad edzés van, utána már időmérő. Lehet be kéne vállalni egy teljes cuccot itt Amcsiba. Azon gondolkodom. Lehet, hogy ma egyébként a francia, nem, a német mérnöknek fogok szólni. Most ő legyen a hétvégén a mérnököm. Sikerült, ugye? Sikerült hát. Na. Jó. 5/5. Race Tire Management. Mexikó, ne felejtsem el mexikói mérnököt állítani. Brazil, aha. Várjatok, szólok neki, hogy most... Szóljatok már Jürgennek, Jürgennek szóljatok mindenféleképpen. Jürgennel szeretnék most lenni, jó. Gutes tempo, aber denk dran, dass die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Meg is jött Jürgen. Jürgen Prochnow. Wir müssen sicher gehen, dass du deine Reifen im Laufe einer Runde richtig verwaltest. Also versuch die Abnutzung in den Kurven gering zu halten. Sei vor allem beim Beschleunigen am Kurvenausgang besonders vorsichtig. Ja. Natürlich.
Olyan érzésem van ezzel a német mérnökkel, mint valami Wolfenstein játékra játszanék, komolyan. Session Update. Ein schneller Überblick über die Position. Hier die Top 5. Russell, Verstappen, Gasly, Magnussen und Alonso. Okay, von den Autos sind folgende vor uns. Perez, Joe und Leclerc. Hinter uns sind Tsunoda, Hülkenberg und Ricciardo. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:35,6. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Neunundneunzig Luftballon, okay. 51,79. Programm abgeschlossen, gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also, komm zurück in die Garage und ich zeig dir die Zahlen. Nem akarom egyszer elkezdeni a Wolfenstein, megvan az összes. Van tervbe egyébként. Jó kis Wolfi. Jó, mi van még itt? Azt majd megcsinálom P2. Jó lesz ez. Várja meg kommentátor is legyen már izé. Deutschen alle mare. Egyértelműen. Nem maradjon már espanyol. Und ein Red Bull vervollständigt die Startaufstellung. Ha, hogy ne? Na. Igen. Ó, még egyes vagyok, már megint a pódium passz. Megint gyűjteni kell. Die Session ist jetzt abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Leclerc, Hamilton und Fernando Alonso. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, ciao. Na. Hamilton. Hamilton. Na. Hamilton, automatisch. Und Fernando Alonso. Okay. Na, én bevállalom akkor. Emma nénink. Jó, jöhet minden. Legalább nem kell genyóznom az időmérőn se, semmivel se. Ó, úgy van. Majd jöjjön. Hetedik váltó. Úgy van. Jó. Várjál már most. Jó, azt elkezdem, de utána ki is izélek, jó. Vagy csak a futamra szól a izé? Felvezető. Időmérő. Nem kell. Csak a futamra szó? Tehát most akkor mehetek időmérőt. Uh-huh. Az tök jó. Csak öt rajt helyen van. Component changer. Érdekes. Mm-hmm.
De szarul mentünk bele ebbe a sok csiki-csukis szarba. Úgyis generál valami időt. Harmincöt pozíciós büntetés. Q2 esős lesz. Hogy mi van? Még egyszer? Q2 0 perc, 5 perc, 10 perc, 15 perc nap. Hát már le is jár a Q, igen. 30 perc múlva eső, igen. Q3 Jó, mindegy. Az előbb még csak 5 volt, igen.
Eddig nem annyira nehéz a dolog. Mérnök eddig nem sokat beszélt egyébként. Hát kíváncsi fogok lenni, hogy honnan indít majd. Na. Oké. Azt mondja, esik az eső. Mi van? Weather, szakadó eső. 5 perc volt szakadó eső, 10 perc volt szakadó eső, Jelenlegi weather, weather now, szakadó eső. Ott írja, ott. Weather now és szakadó eső. Oké. Ez valami multiverzumban van szerintem. Azt a kurva életben. Az kemény egyébként, hogy ilyen időjós van a Forma 1-es játékban. Most az elég rendesen be van borulva, de mindig nem esik.
sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Lee Hamilton und Lando Norris. Fürs Erste verabschiede ich mich jetzt von Ihnen, aber lieber los geht's ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Castor Fall dabei, wenn es richtig zur Sache geht. Azért a Paulért nagyon megküzdöttünk. És most Paulból indulunk, de a futamon meg leghátul. Teljesen mindegy, hogy végzek. Ugye jó, hát a pontszerzőn végzek, a pontot megkapom, csak ettől függetlenül hátulról fogok indulni. Azt a kurva. Egy másodperc volt hátra. Minden sikerült. Hú, mondjuk gyorsan mondom, hát rányomok hátha. És yes. Ennyi. Jönnek az akciók. Pontot van pofája elkérni egy üzemanyagtank elhelyezkedésé. Úristen. Hát ez egy jó kérdés, Pisti, egyébként. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten und starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen FahrerInnen ab. Oké. Okay. Egyébként, ha azt se tudják, tényleg állandóan pofámba tolják a F1-24-et valamelyik pilótával. Hogy vaj, vegyétek már, de egyébként kurvára nem jó marketing ez. Alig akarják elárulni egyébként, hogy mi lesz a 24, tehát valamit bele kell rakniuk, mert olyan szinten nincs változás, hogy hihetetlen. 31 ezeret kiadni azért, mert megváltoztak a skinek, hát most fú. Heute beim Sprintrennen geht es nur um Geschwindigkeit. Nicht sehr viele Runden und keine Chance mit Strategie zu gewinnen. Wer hat heute das Zeug dazu, allein durch sein Können zu siegen? Igen, ennyi. Itt is. A pálya bemutatóra már nem jutott, izé. Einen Frünzis, Neunen Frünzis. Oké, meg hát semmilyen nyelven. Igen, mert ugye utólag lett valahogy beleizélve ez a sprint dolog, aztán. Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Lee startet aus der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Norris, Fernando Alonso, Russell, Verstappen, Leclerc, Oscar Piastri, Perez, Sainz, Ocon, Tsunoda, Albon, Gasly, Bottas, Joe, Magnussen, Hülkenberg, Ricardo
und Logan Sargent. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Oh, you can you see a little bit of it? Most meg mindjárt epilepsziát kapok, vagy mi ez? Azt a büdös, retkes, telibe baszott, összehúgyozott, szőrös talpú, yeti, román kurva anyját ennek az egész szájba kurt rohadék egy cégnek. Hát gyerekek, komolyan mondom. És ez 31 ezer, ez kell idén, ez nagyon kell, geci. Ez kurvára büdös úr, annyira kell tényleg, tehát hallod, mint egy nagy taicskányi tehénszarbaz meg, hogy így beleülhessek, azt így magamra temethessem, mint egy ruhát, azt így hagynám, hogy rám száradjon a 32 fokos hőségbe. Na, ez, geci. Komolyan mondom. A csoda. Aj, bazd meg. A több évtizednyi csoda. És gyakorlatilag a monitor az úgy viselkedik, mint egy külön lámpa lenne egyébként, tehát. Megérkeztünk. Kiléptünk a fényből. Hát azt sem tudom, melyik taktikát válasszom. Hát ez annyira csodálatos. Hú, gyerekek. Die Einführungsrunde läuft und danach wird das Sprintrennen losgehen. Ich bin gespannt, wer sich heute durchsetzen wird. Csak nyomni kellett egy gombot, igen. Nem volt mondjuk advanced írva sehova, de... Das Sprintrennen wird jeden Moment losgehen. Die Autos nehmen nur noch ihre Startposition. A mezőny többi része homo? Jót jönnek, oké. Csak bemelegítettem én is. Felvezetőkör. Ilyen oison. Jó, fel kell menni a Himalája tetejére. Az igen. Na. Majd valahogy megjön a húd, gyerekek, nem tudom, majd ha észbe kap. Norris szépen eljött. Ő gáz, és nyomom a overtake-et.
Na? Az meg... Jó, megszívottam magam. Abból a pozícióból az életben nem lehetett volna bevenni tényleg azt a kanyar. Csak olyan jó ötletnek tűnt. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nagyon csúnyán. Megetetett. Így kellett volna. Bazd meg, ne szórakozzunk már egymással. Mi van? Mi? Safety car auf der Strecke. Das Safety car ist auf der Strecke. Mi a fasz csinálsz oda? Az komoly öcskös. Ah.
F1-24. Csak így pre-order now. Csak úgy felkészüljön mindenki. Jó? Itt van. Ennyi. 31.000 forint. Pre-order now. Inkább nem mondok semmit. Kezd hány ingerem lenni. Az nagyon nagy gáz, gyerekek, ha csak a sprintet megyünk le most, ma. Ugye? Én is így hiszem. Gasly az egész session-t itt hagyta, szerintem az megtudta, hogy mi történt kb. Azt felállt, az kiszállt. Gasly, mibe van? Zébe van. Ó, ja, itt van, látom. Azt várom, mikor lesz piros.
Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk dran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Ez nem Aston Martin Safety Car volt, ugye? Mert az nem piros. Csak azért, mert ki van írva, hogy F1 Sprint Aston Martin. Csak azért kérdezem. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überholtaste öfter einsetzen. Kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Driver in front. Hamilton vor dir. Abstand zum vorausfahrenden Auto 1,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,36,9. Du holst 4 Zehntel pro Runde auf. Okay, alles klar.
Ja. Russell. A sprinten több esemény történik a 9 kör alatt, mint a futamon a 20 akárhány kör alatt. Meg vagy. Gut gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Nem vagy meg. Ügyes. Bezárt. Az igen. Szép volt. Nem akartam magam elfékezni, aztán hamarabb fékeztem. Itt már az övé. Szép. Jó volt, jó kis csata volt. Nem, a DRS meg a overtake miatt nem mertem. Mondom, elfogok menni a kanyar végén a Rottenbiller utcába. Azt hamarabb fékeztem, de neki meg jobb volt emiatt a kigyorsítása. De jó van, ügyes volt. Utolsó kanyar még szép lett volna eldobni, az biztos. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Vorsprung des Führenden der Rangliste hat sich heute etwas verkleinert. Nach diesem Sprintrennen steht die Startaufstellung für das große Rennen morgen fest. Seien Sie auch dann wieder mit dabei, denn es wird mit Sicherheit ein Annyira mondja. Schünzi Münzi. Jó nekünk a 2-3 is. Itt hogy beszophattam magam? Nem is mutatja? Pont a lényeget nem mutatja, hogy megszivattam magam. Hát ebben a visszajelzésben semmi nincsen benne. Ez egy nulla. Semmi nincsen benne. A csatán Hamiltonnal az utolsó körbe vagy valami.
Ez egy hulladék, gyerekek. Már csak 59 pontra van egyébként Verstappen. Jó. És csak 36-ra van a Red Bull. Az a komoly. Hát... tényleg bármi lehet még. Hmm. 28 körös lesz a futam és esős. Ú, de mondta volna Jürgen. Belefolytottam a szót. Na, még egyszer nézzük meg akkor, hogy hogy lesz. Hogy lesz ez a béta dolog. Ezt még csak nézzük már meg. Mert akkor szerintem ezen a, most nem tudom, ezen a héten indul, vagy hogy hogy lesz. Jó. Mi a franc? Jó. Azt mondja, hogy április 12, akkor nem ezen a héten lesz, április 12-től április 15-ig, május 3-tól május 6-ig, május 17 és május 20. Oké. Okay. Jó, akkor ezek lesznek. Április 12. Hát nem tudom, dolgozok én akkor. Hát persze, hogy dolgozok. Na mindegy. Nem baj. Szombat-vasárnap meg itthon vagyok, ha minden igaz. Ja. Úgyhogy lebétázzuk szombat-vasárnapot. Jó lesz az úgy. Oké, skacok. Ennyi. Ennyi most elég volt ebből, ne haragudjatok, el is ment vele az idő, meg minden. De nem. Keresek valami sztori alapú gémet, felrakom, és inkább azzal szeretnék most foglalkozni. Videó lesz erről? Hogy ne lenne? Majd ilyen titkos, rejtett videó lesz egyébként. Lehet felrakom videára majd, az kész. Az mit tud csinálni a videán? Semmit. Ennyi. Jó. Úgyhogy, nem tudom, gondolkodok a MotoGP-nál, kéne kezdeni, mondjuk a 17-tel, és akkor 17, 18, 19, 20, 21, 22, az is megvan, jó hosszú, nem tudom. Majd látjuk, jó? Oké. Okay. MotoGP legalább normális. Jó, azért mondom, hogy a gyerekek MotoGP. Szerintem még PS-en is megvan, azon meg tök jó a kontroller. Lehet, hogy azon kéne. Jó, oké. Okay. Na. Majd. Jövök szerintem 9 órakor, akkor MotoGP-zünk együtt, ezt kész legfeljebb. Ennyi, meglátjuk.
Sziasztok! Hey.